Sziasztok! Most ugye egy kis időm van, és ugye este együtt nézhetjük a festői főváros Flunchal felgyúló fényeit, és a mögötte az égnek az óceánba való elveszését. Így arról szeretnék nektek mesélni egy picit, hogy olvasgattam Madeira történelméről és gazdasági eseményeiről, de nem akarok erről részletesen beszámolni, hiszen minden részletes információt azokat ilyen tök jó Wikipédia, meg egyéb oldalakon meg lehet találni. Tehát, mit tudom én, ilyenekre nem akarok részletesen beszélni, hogy tudom én, a Madeira például az afrikai kontinens része volt, és attól 520 kilométeres sodródott meg, hogy nem találtak az ókori ember nyomait a szigeten, tehát valószínűleg nem élt az ókorban itt senki. Tehát ilyenekről nem akarok részletesen megemlékezni. Amíg, ahogy olvasgattam, az volt az egyetlen lényeges kérdés számomra, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, akarom mondani a madeiraiak, nem kell ennyi Brian életét nézni. Szóval mit adtak nekünk a madeiraiak, és olvasgatásaim közben arra meggyőződésre jutottam, hogy 1980-as eseményeken kívül szinte semmi fontos mai ember számára is lényeges, vagy fontos dologot nem adott Madeira. Tehát igazából erre akarok fókuszálni, és erről akarok csak egy kicsit röviden, tömören beszélni. Mert hogy rohadtul nem fontos, hogy tengerész Henrik annó itt kiirtotta az őshonos babérfákat azért, hogy szőlőt és cukornádat telepítsen a szigetre, mert hogy ugye hát ez kurvára nem érdekel minket, hát ugye nézette otthon, hogy a cukor az most madeirai, vagy nem madeirai, hát nem nézett, hát kurvára nem érdekel téged, édes, belemegy a sütibe, kávéba, teába, aztán jó van. Meg ugye hát ha néznéd is, hát akkor is, hát a későbbi évben folyamán, egyébként ugye Dél-Amerikában sokkal jobban kedvezett a cukornádnak a klíma, meg az ottani rabszolgatartó társadalomból kikerülő olcsó cukornád, az teljesen hazavágta a madeirai cukorbizniszt, úgyhogy hiába keresnéd otthon a kis címkét, hogy ez most madeirai cukor, vagy nem madeirai cukor, nem találnál egy büdös darab madeirai cukrot sem. Így hát ez egész teljesen irreleváns információ, tehát hogy erről nem akarok egy büdös szót sem mondani. Csak is a 80-as évek közepén történő eseményekre akarok fókuszálni, mert az egyetlen lényeges és fontos. Egyáltalán nem fontos, hogy most a cukornád biznisz után itt gazdasági válság következett, egy csomó ember elment, és akkor most itt maradt némi cukornád, hát most mit csinál a cukor a náddal, ugye rohasztja. Hát ugye mit csináltak akkor ebből? Hát rumot. Mert hogy a magyar ember is ugye megtanulta, hogy ami rohad, abból lehet szeszt főzni, ezt mindenből szarból pálinkát csinálhat. Ezek is itt rumot főztek. Most ez fontos, ez számunkra kurvára nem fontos, hát az egész szigeten egyetlen nyomorult lepárlóüzem, cukornád lepárlóüzem maradt, hát, és most ott voltam. Tehát próbáltam venni rumot, nem, hát vasárnap van, be van zárva. Fogok vinni rumot, nem fogsz, cukornád rumot nem fogok vinni, hát most fogsz inni, nem fogsz inni, tehát kurvára nem fontos ez az egész, úgyhogy tényleg egy büdös szót nem akarok erről beszélni, mert nem fontos. Tehát, hogy 84 nyarán történt események azok, amik aztán ugye 85 telére kumulálódtak. Hát az egyetlen fontos dolog az ez. Tehát, hogy az, hogy itt a szigetet egy csomó kalóz tizedelte, meg fosztogatta, hát ez kurvára nem fontos. Hát ez esetleg néhány ős funcálinak talán valami lényeges információ ez, mert most mit tudom én, miután egy kalózhad, itt hetekig dúlta az egész szigetet, fosztogatta a házakat, öldöste az embereket, dugdosta a nőket. Azután néhány itt maradt őslakos, az ilyen erődött meg, várfalakat épített, és akkor most esetleg néhány ős itt lévő funcháli, az most esetleg leviszi az unokát ide a partra, azért tengerpartra, és akkor majd így mutogatja neki, hogy ne, itt van, ne. Hozé, na hát itt ez a ős porosít Róma, ez a föld maradék, vagy kő maradék, ez az, amit esetleg a dédük, meg ükük déd, nagyi, meg papi az itt épített, hát esetleg nekik talán az lényeges, de nekünk ez kurvára nem, úgyhogy erről egy büdös szót nem akarok ejteni, mert ez egyetlen lényeges dolog az a 80-as években történt, tehát hogy az sem volt kurvára lényeges, hogy
hogy itt a később a portugál szigetre itt a spanyolok itt szemet vetettek, és akkor itt el akarták happolni maguknak, és akkor a szerencsétlen madeirai portugálok azok itt kénytelenek voltak az angolokkal szövetségre lépni, de hát ugye nem volt, hát mi volt, akkor valami ingyen, hát nem volt ingyen, ma sincs ingyen, hát bemész a boltba, fizetsz, ma sincs ingyen semmi, tehát akkor se volt ingyen, kénytelenek voltak az angoloknak csomó üzletemberét, meg mindenféle embereket itt letelepedni, akik aztán itt szépen átvették a szőlőtermelést, meg a bortermelést, és hát tehát ugye, hát, ami egy kicsit egyébként amúgy jól tett a portugál bornak, mert hogy itt ilyen filoxéra járvány, a villerszléra járvány, az itt tönkre vágta a szigetnek a szőlőjét, és akkor utána itt megpróbáltak valami amerikai szőlőfajtával beoltva termelni némi szőlőt, és akkor abból valami nyomorult lőrét összehozni, de hát ez még ők is ilyen szeptemberi kávénak csúfolják ezt a szart, amit itt bornak próbálnak, régi portugál madeirai bornak próbálnak itt eladni, meg meginni, meg tudom én, van néhány normálisabb palack, azt így, tudom én, azt így a családi ünnepekkor így kinyitják, de hát ugye ez kurvára nem, tehát van családod neked itt, családi eseményed lesz itt neked, de nem lesz, hát akkor kurvára nem fogsz ilyen bort inni, tehát ez kurvára nem fontos, egy büdös szót nem akarok erről beszélni, meg hát nyilván arról sem, hogy aztán valamilyen minőségi bortermelést, azt ugye itt az angolok azok, amik itt meghonosítottak, és akkor ők találták ki itt ezt a likőrbort, de hát ez a likőrbor, hát most ittál már madeirai likőrbort, nem ittál, hát most fogsz inni ilyet? Hát fogsz, hát persze, hogy fogsz, mert ugye viszek, de hát akkor is, hát ez kurva drága volt, tehát baszom drága volt, tehát, és annak ellenére, hogy rohadt drága volt, meg ugye 5 évig próbálták lögybölni valami nyomorult fahordóban, hát borzasztó, meg most érted ez az információ, hogy ez egy ilyen barnás, szar, cukros, limonádé ízű ócskaság. Most ez most fontos számodra? Nem fontos. Hát amúgy is kurvára ráérne akkor, amikor majd ezt megpróbálom ezt a belé diktálni, hogy ha akkor mondom el. De meg ráadásul meg még akkor meg minek mondanám el? Hát ott van a kezedben, szagolod, ízleled, látod a színét. Hát most ez kurvára senkit nem érdekel, úgyhogy tényleg egy büdös szót nem akarok erről beszélni. Mert nem fontos. Tehát, hogy az 85 telén egyedül az, ami itt, és arra fókuszálunk, tehát az, ami itt valamit is itt adott a világnak. Mert hogy mondjuk most később aztán itt megpróbáltak itt banánt termelni, hát most ez ugyanolyan, mint a cukor. Most érted, nézed otthon, hogy most a madeirai banán, vagy nem madeirai banán, nem nézed azt sem. Hát, meg egyébként is ugyanúgy vagy vele, mint a cukorral. Tehát, hogy mi a francnak néznéd? Tehát Európában a legtöbb banán az Dél-Amerikából jön be. Meg amúgy is, tehát hogy most érted, ez az információ, hát most itt van ember, aki itt a nagy banánföldek mentén itt levadázik, és akkor ott most találkozik egy csomó banánnal, és akkor most ez az információ is, hát most azért, mert őt most kurvára, ezért soknak tűnik ez a banán, hát itt megy az ember a levadák mentén, itt a város szélén, és akkor tele van itt mindenféle banán ültetvényekkel, és akkor ez a banán, ez itt sok, hát akkor utána este, aztán utána hazajön, azt utána néz az interneten, hogy esetleg van-e Budapesten madeirai banán, vagy nincs, hát most ez az információ, ez érdekel valakit, hát és akkor ugye kiderül, hogy kurvára nincs, hát ez csak neki tűnik, aki itt járkál itt a banánföldeknek, neki tűnik itt soknak, hát a legnagyobb része Dél-Amerikában, ez a dél-amerikaiak, ezek tönkrevágták a cukorbizniszt, a szerencsétlen madeirainak a banánbizniszüket, itt mindent tönkrevágtak. Nem találsz otthon egy rohadt darab madeirai banán, tehát, és hát most érted, ez ugye Dél-Amerikából, most azt hiszed, hogy most itt a nagy környezetvédelem kellős közepén itt majd ugye egyszerűen direktbe úgy oda jön Európába az a nyomorult banán, hát nem jön oda, hát mindenféle szerencsétlen kereskedői hálózatokon keresztül áramlik be Európába, hogy minél nagyobb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. Hát meg, és ráadásul a magyarok, hát nem is a kereskedőktől veszik ezek a kereskedő láncolatokon keresztül. Ez itt Szlovákiából, érted? Szlovák banánt eszel, baszki. Hát azért, mert a szlovákok állnak közvetlenül ezek a kereskedő hálózatokkal üzleti kapcsolatban. És itt hát a magyar, hát Szlovákiából szedi a banánt. Tehát nem találsz madeirai banánt. Egy dekád sem Magyarország. Úgyhogy térjünk is vissza az egyetlen lényeges és fontos momentumhoz, a 84 nyarán kezdődő, 85-be kumulálódó eseményekhez, mert hogy
az a fontos, semmi más nem fontos, mint ahogy igazából ez a videó se fontos, mert hogy annyi nem fontos dologgal tartottál föl, hogy lemerül a telefonom, úgyhogy kénytelen vagyok rádugni egy töltőre, úgyhogy igazából nem ebből a videóból fogod megtudni, hogy mi volt 85 telén, ami lényeges volt, hanem a következőből.